A sportválasztó tábornak már tavaly is nagy sikere volt, mind a három alkalomra gyorsan elfogytak a szabad helyek. Éppen ezért idén már 4 időpont közül választhattak a gyerekek. A 6 és 12 év közötti fiatalok 5 nap alatt 10 sportágat próbálhatnak ki, többek között vívhatnak, kézilabdázhatnak, boxolhatnak és még a pingpong alapjait is megtanulhatják. A 4 hét alatt közel 160 gyermek vesz részt a sportválasztón. A kicsik mindegyik sportágért tudnak lelkesedni, volt, akit a rögbi nyűgözött le. Olyan, mint az amerikai foci, csak hogy nincs benne felszerelés, meg ugyanolyan kb. A labda is, hát ezért. Gyakorlatilag, ahogy vége lett a tavalyi táboroknak, a szervezők azonnal belevetették magukat az idei program szervezésébe, mert sok egyesülettel kellett egyeztetniük, ugyanis mind a 10 foglalkozást egy-egy helyi klub edzői vagy játékosai tartják. Én mindig azt mondom, hogy minél változatosabb, minél színesebb edzést kell összerakni az edzőknek, hogy felkeltsék az érdeklődésüket. Sok játékot kell betenni, illetve azt szeretik, hogyha élesben is ki tudják próbálni. Vívásnál például műanyagkardokat kaptak a gyerekek, beöltöztették őket rendesen vívóruhába, vívóöltözékbe, bíráskodott az edző, és így tudták kipróbálni élesben, hogy milyen is egy vívóasszót leküzdeni. Az első sportválasztó tábor indulásakor a szervezők nem titkolt célja volt, hogy hagyományt teremtsenek ezzel a kezdeményezéssel. Jó úton haladnak, egyre népszerűbbek, így valószínűleg 2019-ben már 5 turnussal vágnak neki a nyárnak.